Next Radio. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Lantai Tamás, azaz Max. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Max Radio hallgatót. A mikrofonnál Max-et halljátok, és egy illusztris vendégem van, akivel már nagyon-nagyon rég beszélgettem. Tulajdonképpen a Csak a Mentes fesztiválról van szó, és természetesen a vonalban a főszervező, a Csak a Mentes szülőanyja, nem tudom, lehet-e ilyet mondani, mert mindjárt megkérdezem, a vonalban itt van Herceg Andrea. Szia! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! A szülőanyját azt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy alapító tulajdonos. Ó, hát ez így nagyon szép, de ez így olyan, olyan komolyan hangzik, Andi. És alapvetően te is, meg az egész csapatod, annyira vidámak vagytok mindannyian, és annyira pozitívan álltok hozzá az élethez, na meg természetesen a táplálkozáshoz is, még egy csomó minden máshoz. Szóval, hétvége, Csak a Mentes őszi fesztivál, hát mesélj nekünk, hogy mi várható. Hú, őrület, leginkább őrület már. Most így ugye ezt több hónapig szervezzük, ezt a fesztivált, és már így éreztem a kiállítókon is, hogy már alig várják, hogy találkozzunk. A törzslátogatónk is, akik mindig jönnek minden rendezvényen, ott vannak ők is, már számolták vissza a napokat. Ugye nekünk ilyenkor van egy nyári szünetünk, és most május végén volt a legutolsó, és akkor ilyenkor már csak a mentes hiány lép fel mindenkiben. Úgyhogy a szeptemberi elég intenzív rendezvény szokott lenni, úgyhogy erre készülünk most hétvégén is. Oké. Hát amit olvastam, szerintem nagyon sokan olvasták, de hát azért nem lehet elégszer elmondani, hogy több mint 60 kiállító, előadások, workshopok, kedvezményes vásárlási lehetőség, ingyenes kóstolási lehetőség, street food udvar is lesz, aztán a legújabb mentes termékeket is meg lehet ismerni, segítőkész közösséget ismerhetnek bennetek. Tulajdonképpen ezt a Csak a Mentes fesztiválra, a rendezvényekre járók mind tudják. Aztán értékes nyeremények a tombolán és tanácsadások is lesznek. Na, így gyorsan elhadartam a lényeget, de tulajdonképpen ami a leges-leges legfontosabb, hogy lehet veletek csevegni, lehet tanulni, annyi minden lesz, ami fontos és ami jó dolog az életünkben. Neked személy szerint, Andi, mit jelent ez a mostani fesztivál? Hát leginkább a szabadságot, hogy végre nem korlátoznak minket semmiben, ugye ezt megtanultuk jobban értékelni, és azt gondolom, hogy a látogatók is, ezért ugye elég sok látogatót várunk. Már tapasztaltuk ugye a visszatérést a tavaszi fesztiválunknál, és ugye az áprilisban volt, de azt gondolom, hogy ez lesz az áttörés, amikor úgymond visszatérhetünk a régi kerékvágásba, csak ugye ezt most már jobban fogja értékelni mindenki, hogy így rendezvényezhetünk, és így lehetünk együtt szabadon. Uh-huh. Na, de én arra vagyok kíváncsi, hogy a te lelkednek ez mit jelent. Tudod, én mindig ilyen voltam, hogy én mindig erre kérdezek rá, hogy az embernek belül a te belsődnek mit jelent ez, hiszen tudom, hogy szíved, lelked benne van. Így van, ezt nagyon jól tudod, és persze nagyon fontos nekem a rendezvények, és én szerintem ilyenkor szoktam feltöltődni több hónapra is, ugye a rendezvények közötti időszakokra. Ez adja az erőt, hogy annyi szeretetet, annyi pozitív visszajelzést kapok én ilyenkor a helyszínen az alatt a két nap alatt, hogy ez kitart több hónapon keresztül is, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy szervezhetek, és összejöhetünk újra, és az, hogy ilyen nagy dolgokat tudunk véghez vinni a mentes partnereimmel közösen. Az biztos, a helyszín a Budapesti Olimpiai Központ, a rövidebb nevén most már szinte mindenki így ismeri, hogy a bokcsarnokban lesz, és azt hiszem, hogy ez a helyszín, ez most egy nagyon méltó helyszín a Csak a Mentes csapatnak, és hát ha jól tudom, akkor ebbe is nagy melód benne van, hogy itt legyen a rendezvény, ugye? Mindenben nagy melón van, de igen, ez motivál engem, hogy mindig szintet tudjunk lépni, hiszen ha nem fejlődünk, akkor miért csináljuk? Úgyhogy minden évben kitűzök egy újabb mérföldkövet, egy újabb lépcsőfokot, és ugye én ezért dolgozom nap mint nap, hogy ezeket meg tudjuk ugrani, és tényleg olyan szintre tudjunk eljutni a Csak a Mentessel, amit én annó megálmodtam neki. És a bokcsarnok az már egy ilyen szint. Egyrészt van végre helyünk, mert nagyon kevés olyan ideális helyszín van számunkra, ahova el tudjuk vinni a rendezvényt, és mindig helyhiánnyal küzdünk.
Úgyhogy itt remélem, hogy mindenki kényelmesen el fog férni. Ezt már egyszer felavattuk amúgy, sikeresen a pandémia közepén sikerült idejönnünk. Nyilván akkor nem tudtuk maximálisan kihasználni sem kiállítói szempontból, sem látogatói szempontból, viszont arra jó volt, hogy tesztelhettük, hogy milyen egy nagy csarnokba lenni, és akkor ez most az igazi visszatérésünk ide, és azt gondolom, hogy most fogjuk belakni ezt a helyszínt úgy teljes mértékben. A Csakamentes csapatból egyébként nem veled beszélgettek a legtöbbet, szerintem már a megrögzött Max Rádió hallgatók tudják, hogy Varga Istvánnal, a Nyers Séffel beszélgettek a legtöbbet, már annyi mindenről beszélgettünk Istvánnal, de természetesen a Csakamentes csapatról a legtöbbet, meg az egész filozófiájáról, hogy ő hogyan lehez a történethez, és azt hiszem, hogy István esetében lehet a legjobban azt látni, legalábbis azok közül, akiket én ismerek, hogy az embernek a szíve lelke benne van ebben, és ő tényleg komolyan veszik ezt, komolyan segíteni akarnak az embereknek, és mindent megadni, minden információt ahhoz, hogy az emberek tudjanak választani. Választani életvitelt, választani betegségtől függetlenül, hiszen nagyon-nagyon sokan vannak, akik nem azért vannak egy-egy összetevő nélkül élik az életüket, mert valamilyen betegségük van, hanem egyszerűen csak ezt választották, és István ezt baromi jól tiszteletbe tartja, és egyébként szerintem az egész Csakamentes csapat, és azt hiszem, hogy ez teszi egy közösséggé ezt a Csakamentes közösséget, hogy valóban együtt a cukorbetegek, a lisztérzékenyek, az egészséges emberek és mindenki más, és mindenki megkapja az adott információkat, ami éppen őt érdekli, és hogy a Csakamentes rendezvényeken minden, ami mentes, ott lesz, de tényleg ott lesz minden. Hogy lehet ezt az egészet, Andi, így összefogni? Visszatérve a gondolatmenetedre, a Csakamentest, amikor elindítottuk annó, ez volt ugye az alapfilozófiánk, hogy szeretnénk segíteni azon a rétegen, azon a közösségen, akik át addig úgymond elhanyagoltak. Mégpedig ugye nekik volt a legnagyobb segítségük, legnagyobb szükségük a segítségre, hiszen ugye aki ételérzékeny, annak alapból nehezebbek a mindennapjai, és ezt szeretnénk ugye megkönnyíteni. Ezért is jöttek létre ugye a rendezvények, ezért vannak a szakmai partnereink, akiktől bátran lehet kérdezni, és a partnereinket is úgy válogatjuk, hogy emberileg is tudjon azonosulni a küldetésünkkel, és senki nem tukmálja az ő hitvallását, vagy az ő étkezési szokásait, hanem tényleg alternatívát mutatunk, és azért is van a Csakamentesen többféle vonal, hogy mindenki ki tudja választani, hogy mi az, ami számára kedvező. Hát, hogy lehet összefogni? Igazából mostanra, ugye 5 éves lesz a Csakamentes októberben, úgyhogy hamarosan szülinapozunk, de 5 év alatt annyira összekovácsolódott mind a szakmai partneri stábom, mind ugye a kiállító cégek partnereim, hogy megvan most már egymás felé az a bizalom, hogy kb. Szavak nélkül is értjük egymást, és megbíznak bennem, tudják, hogy merre felé tartok, és ők ebben szeretnének engem támogatni, és én is azt gondolom, hogy ebben van a mi erőnk, hogy közösen haladunk egy cél felé. Az éveken gondolkodtam, hogy lassan 5 éve, hogy először beszélgettünk itt a Max Rádióban. Jesszusom, hogy megy az idő, Andi? Tehát hihetetlen, nem? Bizony. Hát ugye most ez a 2 év az úgy elment mindenkinek szerintem, hogy fel se fogta. Úgyhogy van ott plusz 2 évünk, de természetesen látom, hogy ti is aktívan töltitek. Én is nagyon-nagyon sokat dolgoztam a Covid alatt is, és rengeteg szereplésünk volt, rengeteg rendezvényt tartottunk abban az időszakban is. Nyilván nehezített körülmények között, de ugye amikor egy missziót csinálsz és nem vállalkozást, akkor teljesen mindegy, hogy nehezebbek a körülmények, neked a segítő szándékod ott van, és mész és csinálod. Igen, ha már misszió, akkor eszembe jutott az év mentes séfje versenyetek, a Metró Magyarország, akkor még nem is volt, amikor mi először beszélgettünk, ez a bizonyos Metró Gasztró Akadémia, és ami a helyszíne lett tulajdonképpen a
a csakamentes év séfje versenynek, és azt hiszem, hogy ez is egy olyan dolog, ami mutatja azt, hogy teltek az évek, ti dolgoztatok, és egyszer csak elértetek oda, hogy egy ilyen impozáns helyszín és körülmények és támogató és alapanyag adó partneretek van, ami azért önmagában is mutatja azt, hogy elértetek egy olyan szintet, amit szerettetek volna elérni, és hát még hol a vége, ugye? Képzeld el, Max, hogy amikor megálmodtam a csakamentes évversenyt, akkor az volt az én célom, a legnagyobb álmom, hogy egyszer ott lehessen versenyünk a Metro Gastro Akadémián, és az idén jött el, de úgy, hogy évekig próbálkoztam, hogy hogyan tudok oda bejutni. Ugye ötödik éve lesz most a versenyünk, és így öt évet kellett erre várni, hogy azt mondjam, hogy ettől már nem tudok nagyobbat álmodni, mert ez volt az álmom, hogy ott szervezzük meg, és olyan profi körülmények között, és ilyen támogatási háttérrel, amit ugye a Metro tud nekünk adni. Egyszerűen nem tudok ettől nagyobbat kívánni. Így el is toltuk az idei versenyünket, mert ugye novemberben szokott lenni, uh-huh. És most eltoltuk februárra, úgyhogy 2023. februárban lesz a döntő. Cserébe olyan profi vonalat hozunk be, egyrészt a selejtezők is már ugye személyesen történnek, mert az eddigi évek során azért az online fordulók benne voltak, most az online fordulókat teljesen kiiktatjuk, és mindenki, aki jelentkezik, ők már személyesen tudják megmutatni. Lesznek természetesen ismert emberek, nagyon nagy felhajtást tervezünk, és ami a legfontosabb újdonság és újszál lesz a történetben, hogy a jövő évi versenyre nevezhetnek majd profi séfek is. Szóval étteremeknek a séfjei tudnak ugye mentesen főzni, és megmutatni, hogy mit tudnak, és tudják képviselni az éttermeiket. Nem semmi. Szóval, akkor visszatérve az őszi fenti fesztiválra, tehát csakamentes őszi fesztivál, most szombat-vasárnap, tehát szeptember 17-18-a, Bogcsarnok, 10-től 17 óráig vártok szeretettel mindenkit, remélem, hogy jól összefoglaltam a lényeget, és hát az, hogy Herceg Andi annyira nagyon-nagyon izgul, és annyira nagyon vár mindenkit, ezt nem mondtad, hogy mondjam, de azért mondom. Ez természetes, hogy izgulok, és egyrészt azért, mert ugye én álmodom meg a programokat, én válogatom össze a kiállítókat, és nagyon kíváncsi vagyok ilyenkor, hogy mit szólnak a látogatók, hogy tényleg jól válogattam-e össze, tényleg tudok-e nekik már megint újat mutatni, mert nekem ez nagyon fontos, hogy minden rendezvényen legyenek új kiállítók, hogy itt tudjanak bemutatkozni. Ugye most már tényleg elmondható azt, hogy a mentes piac résztvevőinek ez a legfontosabb gyülekezőhelye, csak a Mentes Fesztivál, és itt tudnak ismerkedni egymással, és tényleg rengeteg olyan kiállító van, aki nálunk debütált, és akkor itt indult útjára a mentes piacon. És hát ne felejtjük el megemlíteni ugye a programokat, azt mondtad, hogy lesznek, de nem említettük, hogy kik lesznek. Velünk lesznek ugye a szakmai partnereink, ugye Huszár Zsuzsanna, Kismona, Varga István, Tanács Attila, Utasi Kelly, és érkezik most hozzánk Rippel Feri és Garami Gábor is, akik ugye mind-mind köthetőek az egészséges táplálkozáshoz. Ugye Garami Gábor vegán, vele erről fogunk beszélgetni. Rippel Feri pedig szerepelt nálunk tavasszal is, akkor egy kerekasztal beszélgetésben. Szinetár Dórával és Vágó Pirossal, viszont azt érzékeltem rajta, hogy nagyon sok mondani valója maradt még, mert ugye egy kerekasztalban nem tud úgy kibontakozni, ezért most kapott egy egész fél órás előadást, hogy elmondhassa ugye az ő tapasztalatait, ugye azt gondolom, hogy rá kell nézni, és 50 évesen megnézni, hogy milyen publikuma van, úgyhogy valamit tud, és szeretnénk, hogy ebből a tudásból átadjon a mi közönségünknek is. Hát én még hallgatnám ezt egy jó darabig, de azt hiszem, hogy az a legjobb, hogyha elmegyünk, aki csak teheti, tényleg menjen el most hétvégén, tehát szombat-vasárnap a Csakamentes őszi fesztiválra. Andi, én nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, nem csak a mostani fesztiválhoz, hanem amúgy a következő évekre is, és azt hiszem, hogy fogunk mi még jó sokat beszélgetni. Mindig olyan rövidnek tűnik ez a pár perc, de bízom benne, igen, hogy sokszor fogunk még beszélgetni, és a jövőben egy szorosabb kapcsolatunk lesz.
Így van, kedves Megszárdió hallgatók, az elmúlt percekben a Csakamentes alapítóját és tulajdonosát, Herceg Andrát hallhattátok. Andi, akkor is elmondom, hogy a szülőanyját. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy itt voltál. Szia-szia! Sziasztok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Turn it up! Ez a Max, a kedvenc online rádióm.